áldás, békesség. Minden időben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a nézőket, Dobos Ágoston, Békés Szent Andrási református lelkész vagyok. Üdvözlöm a Békés Szent Andrásiakat és szerte a világon azokat, akik most figyelhetnek velünk együtt Isten igére. Olvasom a Szentírásból Pál apostolnak az első korintus beliekhez írott leveléből a 12. rész 12. verstől kezdődő ige szakaszát, amely az egyházról, különbözőségünkről és egybetartozásunkról szól. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek. És amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe. Az alacsonyabb rendűek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És ha így szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként ennek tagjai. Amen. A múltkorjában megkérdeztem valakit, hogy gyakorló, hívő ember-e, és azt mondta, hogy igen, komolyan hívő embernek tartja magát, de nem jár gyülekezetbe. Vajon szükség van tényleg gyülekezetre? A Szentírásban Isten arra tanít bennünket, hogy az egészséges lelki növekedéshez lelki családra van szükség. Az ember egyedül, a gyermek nem növekedhet egészségesen, a felnőtt nem érzi jól magát és üresnek tartja az életét család nélkül, a hívő ember életéhez is hozzá kell tartozzon a család. Ez a család, a lelki család pedig a gyülekezet, az egyház, az anyaszent egyház. Olyan sokfélék vagyunk ebben. Milyen csodálatos volt, amikor az első egyház, Krisztus egyháza pünköstkor megalapult, micsoda szeretett közösség hatotta át őket. Valóban átélték azt, amit az Úr Jézus mondott a tanítványoknak, hogy arról ismerik meg, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretni fogjátok. Ez kell, hogy legyen a lelki család első ismertetőjele.
jó erre mindig emlékeznünk. Egymást kiegészíthetjük. Egymás hite által növekedhetünk. Ebben a lelki családban felfedezteted, hogy szükség van rád a másik ember Krisztus felé növekedésében, és neked is szükséged van, hogy Krisztusban növekedhess. Jézus Krisztus az életét adta ezért az egyházért, és benne érted is. Jézus Krisztus a kereszten halt meg azért, hogy az ő testének itt az egyházban örök élete legyen. Légy te is ennek az élő egyháznak, a gyülekezeti közösségnek gyarapodó és örvendező, szerető részese. Amen. Imádkozzunk, és így válaszoljunk Isten igére. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül, mert te velünk vagy. Krisztusban közel jöttél hozzánk, és köszönjük, hogy adtad a másik testvért is, hogy benne felfedezhessem a te benned való közösséget, és akinek közössége van veled a világossággal, azzal nekem is közösségem van, ha igazi közösségünk van Jézussal. Így adj növekedés nekünk, együtt a szeretet közösségben, a gyülekezetben. Amen. Aki ismer, tudja, hogy hegedülős lelkipásztor vagyok, van erre már egyháztörténeti analógia is. Az igéhez kapcsolódik egy szép ének. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Hitünk karja úgy ölelje édes megváltónkat át. Ő fejünk, mi néki tagja, ő a fény, mi színei, mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, övéi mi. Hallgassuk meg ennek a dallamát, és közben énekelhetjük, ha ismerjük, vagy használjuk ezt az időt imádságra. Áldás, kegyelem és békesség legyen veletek. Amen. Minden időben. Áldás, békesség.